Hölgyeim és uraim, Geszti Péter! Jó estét! Kívánok, szervusztok! Hosszan nőtt magam, hogy ne legyünk itt olyan szárazak egyedül. Hát köszönöm, jó lesz minden esetre, mert tegyük ide a szintire. Ja, Isten menj! Vagy hova? A tényleg értékes. Jó, azért egy... Ez neked semmi? Nem, ez na olyan értelemben, hogy végsősorban igen, tehát a kimunkáragában is, és finom kéztartásában. Mégis azt javaslom, hogy ide középre tegyük helyes. Le. Olyanra szeretném tenni, ahol... Honnan le fog zúgni? Hát ez volt az egyik célom. Aha, szépen. Tulajdonképpen azt megkérde tőled, hogy te miket csináltál, az nagyon érdekes, de engem jobb érdekel, hogy te mit nem csináltál. Például nem lett a kosárlabdás, ez úgy altatomból kifolyólag is. Miért? Az nem jel semmi. Igen, csak közöttéreztetek volna a labdával, és ez egy kosárba üldögélni, mert alatt az nem tudja jobban. Általánosságban a sport az úgy távol áll tőled, vagy azért... Szóval a helyzet az, hogy én teniszeztem sokáig gyerekkoromban. Én nekem a tenisz valahogy úgy nem jött meg az agyamban, nem jutott el a tenisz, még nem látok addig. Tehát nem tudom, olyan közelről nézeket a közvetítéseket, hogy én észleljem. Mi jutott el az agyadba? Milyen sport? Hogy milyen sport? Hát tulajdonképpen semmilyen. Jó, kajakoztam egy kicsit, csak amikor a 26-os buszon megállt az edző. Én olyan hülye voltam, hogy én nem szálltam le, mindenkinek volt annyi esze, hogy előbb leszállt a Margit-szigeten, szigetkör utáskor, a 26-os buszon mindenki egyelőbb leszállt, és a célba befutott. Tibi bácsi, nagyon kemény volt. Én arom állat, szállok le a buszhoz, és mondom, Tibi bácsi, ez nagyon kemény volt. Nem próbáltam megtanulni, úgyhogy hagyjuk az importásomat, mert leégek. De menjünk vissza arra, amit mondtál, mert azért a sport, ma azt nem mondanám, hogy untat, mert de azt hiszem, hogy időt, ez lövésen. Nem tudok ebben értelmes kérdéseket feltenni. Nagyon jól áll, de a nyakkendő is azért ez fura. Hogy a nyakkendő jól áll, bajod van a nyakkendőben? Hát képest értelmes kérdést föltenni elég nehéz, ugye? Hát, ez egy sávos kamatozású nyakkendő? Ez egy hosszú lejáratú sávos kamatozású nyakkendő. Figyelj, de hallgass, egyet valljál meg. Ez tuti nem a tiéd. Ez nem az enyém. Bocsánat, intézkedünk. Állj be. Ezt hazavihettem meg utána? Beszéljünk a sportról még egy kicsit. Tudtál menni spárába, vagy csak spárgáért tudtál lemenni a közébe? Mind a kettőt, meg bár ne bevásárolni, nagyon utáltam világén, a mai napig nem tudok vásárolni, nem is szeretek. Most nagyon megszeretelek téged. Eddig is kedveltek, de most nagyon. Ment párgálás persze, és én szívesen csináltam, nagyon szerettem csinálni. Te kicsit hiányzott, mikor abba kellett menni, de megmondták a számolósok, hogy no sport. De nem bánod ma már, ugye? Nem, sőt. A fura dolog, hogy az egész élet valahogy képes alakulni, hogy amire azt gondolt, hogy óriási trauma, meg hogy ellök téged minden lehetőséggel, azt egy idő után valahogy visszaadja a sors, hogy úgy figyelsz, hogy mit nyújt cserébe. És gondolod, hogy nekem ez az úszógumi esetleg, ez is majd végül úgy ki fog jönni jól, hogy... De azért ez már... Hát mekkora? Hagyjuk. Nő? Eleve csak a fele van rajtam. Ja, értem. Hát te figyelj, úszógumi nem süllyedsz el, ezzel nincs semmi baj. Én vízben nem megyek. Városi ember vagyok. De mondom, szálljunk le róla, nem arról szól ez a műsor, hogy kiderül, hogy én ki vagyok. Dehogy nem, hát minden show műsor arról szól, hogy ki a show. Nem, ez arról szól szerintem, hogy kiderül, hogy én milyennek akarok látszani. És akkor azt, ha elhisz, akkor nekem siker lesz. Na de ezért kéne levenni a nyakkendőt. A kedvedért leveszem a nyakkendőt. Vagy legalább az akót. Mit vegyél le? Az akót, vagy a nyakkendőt? Mind a kettőt, na tessék. Hagyhatom ilyen lazánsan így? Hagyhatod. Csak most tudj dolgod a közére, tudod. Szerintem törekszik velem. Nem, közd újra akkor. Nem, jó ez, szerintem jó. Szedd is le. Nem, ezt láttam egyszer egy reklámban, hogy így lazán férfiak egymás között, bőrkabát, kioldott nyakkendő, és kőkeményen bele a témába. Igen, és mi volt a reklám tárgya? Mit reklámoztak? Én ezeket soha nem értettem meg. Én csak külsőségeket láttam. Ideális fogytó vagy, neked érdekes. Igen. Nem érted semmit, de emlékszel, mi volt előtt. Nem értek semmit, mind megveszek. Egy-két elemet most már így megnéztünk, abból volt a te életed, és tulajdonképpen én szívesen kérdeznélek téged a zenéről is, a szövegről. Arról azért elég sokat tudunk, hiszen az időről időre megörvendeztet minket az, hogy amit csinálsz. Vagy akik nem, akkor most azt is mondom, hogy vagy aki mondjuk nagyon utál téged, a feldühíted. De hát, hogy valamit csinálsz. Tehát... Mondhatok erre egy történetet? Igen. Ilyen műsorokban szoktak ilyen történeteket mondani. Ugye engem azok azonosítani, hogy vagyok a magyar szóvicc király. Ez egy eléggé dehonestáló megjegyzés, és szóval
akart lenni velem kapcsolatban, és nemrégiben azt tettem észre, hogy az egyik hazai internetes portál kiírt egy év cikie pályázatot, vagy szavazási lehetőséget, amiben rengeteg tételt megnevez, több év legcicsebb szó vicce kategóriát. Nézem, és azt hiszem, hogy van négy opció, minélek, hogy Joda vagyok magáért, még baromságot. És van egy opció, hogy Geci Péter életmű díj. Na, van a pár. Mi, zsé, de, se, pán, se. Na, sikerült földvinni megint valakit, nagyszerű. És hát meg is szavazták a fiatalokat, akik ezt a portál látják, hogy hát ez én vagyok, ugye, a legcikisebb szóvicce. Igaz, hogy évek óta nem szoktam szóviccekkel előjönni, hogyha nagyon muszáj, ha kérik, hogyha úgy érzem, hogy megteszem ezt a szívességet, ám legyen. És írtam egy levelet a szerkesztőségnek, hogy köszönöm a díjazást, dolom ti magatok rengeteg szemek nyomtatok a gombot, hogy én ezt a tüntető címet, és csak ajándékban, csak nektek a szerkesztőségnek küldök egyet, hogy bebizonyítsam, megérdemeltem. Az a leggázosabb szóvicce kategóriában az első helyet, a szóvic így hangzik, lesz fingak, te fing alak. Most persze, hogy erre bedühödnek, de én meg azt gondolom, hogy meg jól van hozzá. Jó, van hozzá. Ez a szóvic, érde. Én visszatom a nyakkendőbe. Tudsz tükör nélkül? Téged kitatott meg? Engem? Az élet. Komolyan? Igen. Hát szegény, szegény kendők. Engem édesapám nyitott meg. Engem is édesapám tanított meg. De ezek szerint nem jól. Ő nem tudhat azt, hogy amikor ő engem tanít erre, akkor nekem ezzel más céljaim van. Én Jampec akartam lenni, tehát én Jampec nyakkendős. Abszolút, azzal voltam elfogva, hogy hogy lehet lenyalni a hajamat, és az egész nyakkendős arra kellett nekem, hogy a pizsamakra hát ott a fölhúzom, meg mellé rakom a seprűt, akkor a és nem szépen. Bosszom neked valamit, mert nemrégiben még ezer felül. Ezer felül is ilyen. Mondták, te így fogsz itt muzsikálni. Figyelj, az van az az Elvis, hogy come on, sugar, hú, megvan ez? Megvan. Suka. Az a dal, hogy ma csak cigi. Ennek az a történet, hogy egyszer behajolt egy fogatlan öröm, valamelyik kés éjszaka az autóba, és szólt nekem, hogy fiat ember, a dugát 3 eder, a taktigi eder. De figyelj, azért hadd kérdezem meg, hogy... Ja, de mondtam neki, hogy mondta, hogy nem dohányzom egyébként. Te budapesti, ugye budapesti, tehát te pontosan tudod ezeket a környéket. Miért jársz ilyen környékletek, az ablakra? Nemzetek kerbe az ablak! Jaj, lecsúszol! Csak lecsúszol, mint a régi kabarétrépával. Na ma csak Tigi, akkor mondani ma csak Tigi. Na mutass, hol kezdődik? Ne siessük! Egy kéz. Ma nem jut se más hiába, mint a ráhozás. Ma nem tud izgatón tűnni semmi csámítás. Az ma nem hoz a nyakba, csók se kézbe kéz, se kéz más. Ma csak Tigi. Yeah. Yeah, még egyszer. A szútra mám a válaszra úgy sem visz. Ha jó a bóleró helyett nekem a fúra visz. Tudod, ha tév sem én édesem, ha én szeletem, na akkor is. Hú, a csap cégé. Hú, hú, yeah, yeah, most te is. Hú, 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 yeah, yeah, a csap cégé. A csap cégé. Hajos, hajos, hogy mit csinálj, hajos, hajos, hogy mit csinálj. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!